Itt a Híradó, jó estét kívánok! A Vadvirág Néptánc Együttes 1981-ben 14 fővel alakult, Bán Éva vezetésével, az évek múlásával egyre nőtt népszerűségük és szakmai elismertségük is. A pápai csoport a 35 éves jubileumot gálával ünnepelte, ezúttal is fergeteges műsorral ajándékozták meg a közönséget. A bemutatón több mint 200 táncos lépett fel, a Betyármonda mentén csokorba szedett vadvirág című műsor hatalmas siker volt, három alkalommal is bemutatták. A rendezvény fővédnöke, dr. Kovács Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő volt. 35 év kitartó munka, nem szűnő energia és alázat a népművészet szolgálatában. Így kezdte beszédét a szombati gálán Szabadkai Verita, a JMSK igazgatója, amikor az intézmény jubiláló közösségét köszöntötte. A Vadvirág Néptánc Együttest dr. Áldozó Tamás is méltatta. Mint mondta, a gyakorlásokkal, próbákkal tűzdelt hétköznapok közt a jubileumi gála egy szép, ritka ünnep. Én azt kívánom a Vadvirág Néptánc Együttesnek, hogy sok-sok hasonló ünnepre készítsen még fel bennünket, és Isten éltesse a vadvirág valamennyi régi táncosát, Isten éltesse a vadvirág valamennyi mai táncosát, Isten éltesse a mindenkori zenekart és a zenészeket, Isten éltesse mindenkit, akinek fontos a pápai néptánc. A Betyármonda mentén csokorba szedett vadvirág című műsorban felléptek az egykori, mai és az utánpótlás vadvirágosok is, valamint a refis művészet is néptáncosok és a Tánclánc, ami három csoportja. Az a műsoron is látszott, hogy erős, összetartó közösség lép színpadra jókedvű táncosokkal. Ez csak akkor jön ki a szereplésen, hogyha a táncosok mindenütt jól érzik együtt magukat, és a mai világban, amikor mindig közösségépítésről beszélünk és értékekről beszélünk, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb értéket és közösségépítést én nem tudok most pillanatnyilag felmutatni a városban. A JMSK Vadvirág Néptánc Együttes művészeti vezetője Müller Zoltán, ő volt a műsor mesélője. Az ő betyár történetei kötötték össze a táncos jeleneteket. Müller Zoltántól megkérdeztük, hogy mit jelent számára az együttes, könnyeit leplezve válaszolt. Mindent. A műsor dramaturgja egyik koreográfusa Müller Anita volt, aki férjével együtt 31 évvel ezelőtt kezdett el táncolni a csoportban. Amikor mi annak idején elkezdtünk táncolni, mi nekünk fogalmunk se volt arról, hogy majd egyszer utánpótlás csoportokat indítunk, majd egyszer mi leszünk a művészeti vezetők, majd egyszer kiépül egy iskolarendszer mögé és alá. És hát most jelenleg egy 3000 fős vonzás körzettel dolgozunk. A bemutatókon a Dűvő, a Pántlika és Németh Dénes zenekara húzta a talpalávalót. Minden ember szívében ott van a segítőkészség. A Szent Anna plébánia már hagyományosnak számító Szent Erzsébet napi jótékonysági estjét rendezték meg a hétvégén a rászorulók megsegítése céljából. Az eseményen 250 ezer forint gyűlt össze. Az összeget a plébánia Caritas szervezete a rászorulók gyógyszereinek beszerzésére fogja elkölteni. 8. alkalommal rendezték meg a JMSK színház termében Szent Erzsébet napi jótékonysági estet. 2009 óta minden évben változatos műsorok szórakoztatják az adakozni vágyókat, és idén sem volt ez másként. Az est bevételéből a Szent Anna plébánia a rászorulók gyógyszereit tervezi megvásárolni. A Szent Anna plébánia Caritas tevékenysége széleskörű, és maga a Szent Erzsébet est rendezvényünk is azt a célt szolgálja, hogy a plébánia Caritas forrásait erősítsük, és elsősorban a gyógyszerek kiváltásában törekszünk segíteni ezekből az adományokból az év folyamán. A Szent Anna plébánia az év minden napján igyekszik segíteni a hozzájuk fordulókat. De egy-egy ilyen rendezvény alkalmával is fel kell hívni a figyelmet, és felelősek vagyunk egymásért, hogy segítsük egymást, mondta el Salgó Ferenc atya. Nem szabad elfelejteni, hogy vannak tényleg nagyon komolyan rászoruló emberek, akiknek mindenképpen a segítség nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk el róluk, ne nézzünk át rajtuk. Tehát azért ilyen szempontból is egymást is erősíti ez a tudat, amikor azért sokan összejövünk, és
hát így kinyilvánítjuk, hogy segítőkészek vagyunk. A jótékonysági estet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és dr. Áldozó Tamás polgármester nyitotta meg. A rendezvény önkéntes fellépői változatos műsorral készültek. Holzinger Júlia, Babos Tibor, Gosztola István és Keresztes János vers és próza részleteket adtak elő, a Szó és kép színpad karinti jelenetekkel, a Teveli Német Nemzetiségi Kórus és Kossuth Gergő pedig zenés produkcióval szórakoztatta az adakozó közönséget. Ma tartotta nyílt napját az Arany János Tehetséggondozó Program a Tür István Gimnáziumban és Kollégiumában. A képzés iránt idén is nagy volt az érdeklődés. Az Arany János programban a nehéz körülmények között élő családok gyermekei tanulhatnak. A diákok a képzés során többek között ingyen szerezhetnek jogosítványt, és támogatást kapnak a nyelvvizsgák letételéhez is. Az oktató-nevelő munka egy része a diákotthonban zajlik, éppen ezért a programban tanulóknak, kollégistáknak kell lenniük. Az Arany János Tehetséggondozó Programon folyó oktató-nevelő munkába tekinthettek be a Tür Gimnáziumba és Kollégiumába hétfőn ellátogató tanulók és szüleik. A nyolcadikosoknak a programban tanuló diákok mondták el, miért is jó erre a képzésre járni. A nővérem által nagyon sok jót hallottam a gimnáziumról és magáról az AETP programról is, és nekem megtetszett, hogy havonta egyszerben maradunk itt hétvégén, és elmegyünk kirándulni, különböző tapasztalatokat, élményeket szerzünk, és nekem nagyon megtetszett ez a kollégista élet, és szerintem nyugodtan kijelenthetem azt, hogy itt az osztályomban a második családomat ismertem meg. Ez a program rengeteg lehetőséget nyújt számunkra, ugyebár ingyen letehetjük például a jogosítványt, a nyelvvizsgát, kapunk ruhautalványt, könyvutalványt, tehát ez számomra mind olyan dolog, amit talán, hogyha egy másik gimnáziumba megyek, akkor nem biztos, hogy megengedhettem volna magamnak, tekintve ugyebár a családi hátteremet, de ez így sokat segít nekem. A képzésre a jó tanuló, szorgalmas tanulókat várják, mondta el a Tür Gimnázium igazgatója. Ugye ez egy speciális képzés, mint ahogyan korábban is mondtuk, főleg azért, mert ez egy államilag támogatott program. Ezért is kell pályázatot írni a diákoknak, hiszen egy olyan támogatott programról van szó, amelyet az állam elég jelentős összeggel finanszíroz. És ugye a finanszírozás ellenértékeként elvárja, hogy ezek a diákok komolyan vegyék a munkájukat, szorgalmasan és lelkiismeretesen tanuljanak. Betekinthettek a nyolcadikosok azokba a plusz foglalkozásokba is, amelyek a tagozaton kiegészítik a gimnáziumi oktatást. Részt vehettek a gyerekek például tanulásmódszertan órán is. A gyerekek nagyon élvezik, nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat, és nagyon jók azok a pozitív visszajelzések, amelyek azt bizonyítják, hogy nagyon jól tudják alkalmazni szinte az összes tantárgy tanulásában is. A szülőknek Gröber Attila programfelelős beszélt arról, hogy mire kell odafigyelni a jelentkezéshez benyújtandó pályázat megírása során. A jelentkezés határideje december 13-a, az írásbeli központi felvételi vizsgára azonban december 9-éig jelentkezniük kell a nyolcadikosoknak, hangsúlyozta a Tür Gimnázium igazgatója. A Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Méhészeti Egyesület országos kezdeményezése a Mézes Reggeli Program. Idén országszerte 486 iskolában kóstolhattak mézet a gyerekek, így Pápán is több intézményben indult édesen a nap. A Gyurács Ferenc Evangélikus Általános Iskolában Patyi Attila méhész méz különlegességeit ízlelhették meg a diákok. A Mézes Reggeli Program célja, hogy népszerűsítse a gyerekek körében a mézfogyasztást és az egészséges táplálkozást. A Gyurács Ferenc Evangélikus Általános Iskolába egy ott tanuló kislány édesapja, Patyi Attila méhész vitt kóstolót. Igazából annak jó példája, hogy a szülők hogyan segíthetik az iskolát. Elsős szülő felajánlott nekünk ezt a programot, és hát örömmel adtunk neki helyet. És nagyon köszönjük, én benn voltam az előadáson, a gyerekek nagyon nézték, és utána meg is kóstolhatták a mézet. Igazából én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami a gyerekeket nagyon megfogja. 22 féle mézből kóstolhattak a gyerekek. Kinek tegyek csak is mézet? Az utóbbi évek trendjéhez igazodva voltak ízesített mézek is, többek közt gyömbéres, levendulás, mentás és csokis is. A gyerekek nem győztek kóstolni. Fahéjas, csokis, akár szlapraforgó, majdnem mindegyikből kóstoltam.
A méz nem csupán természetes édesítőszer, de gyógyszer is, antioxidáns és antibakteriális hatású. Fajtája válogatja, hogy mire ajánlják. Megfázásokra akácméz, hársfaméz, ezek nagyon jó teamézek, gyerekeknek vajas kenyérre, nagyon finom a repceméz, nem folyik le a kenyérről, ezeknek van így a legjobb tulajdonsága, de hát ízlés szerint ugye 22 féle mézet hoztunk be, úgyhogy lehet kóstolni. A mézes reggeli kapcsán egy érdekes, vetített képes előadáson vehettek részt a gyerekek, utána pedig következett a kóstoló, és az iskola minden diákja mézes vajas kenyeret 10 óra izott. Holnap is napsütéses időben lesz részünk, jöjjön az időjárás jelentés. Az éjszaka képződő kötfoltok után az ország nagy részén ismét sok napsütésre számíthatunk, de helyenként tartósan ködös marad az idő. Csapadék nem várható. A délkeleti szél megélénkül. A Kisalföldön és Szeged környékén meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +5 fok között valószínű, de északnyugaton enyhébb lesz az éjszaka. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 17 fok között alakul, a tartósabban párás, felhős részeken azonban kissé hűvösebb lehet. Kedves nézőink, ezek voltak hétfői híreink, nézzék majd holnap is a híradót, mi várjuk Önöket, viszontlátásra!